Bemelegítés, mint bármely másik sportágban, majd a rövid, ünnepélyes megnyitót követően kezdődhet a mérkőzés. A különbség többek között annyi a többi sportághoz képest, hogy a háromfős csapatok tagjai nem támaszkodhatnak a látásukra. Csak a labda csörgését hallva igyekeznek hárítani a kapujukra irányuló gurításokat. A csörgő labdát a II. Világháborúban találták ki Németországban, és a hadirokkantak rehabilitációjában alkalmazták. Aztán elkezdett terjedni Európában a sportág. Maga a csörgőlabda sportág elég régre nyúlik vissza, ugye 1978-ban Jugoszláviától tanultuk meg a sportágat. Igazándiból a Magyar Kézilabda Szövetség 2008-ban kezdett el egy megállapodást kötni a Paralimpiai Bizottsággal, hogy hogyan tudnánk felvállalni ezeknek a sportágoknak a fejlesztését, támogatását. 2010-ben a Magyar Kézilabda Szövetségben megalakult a Paralimpiai Bizottság, aminek az a lényege, hogy teljes mértékben kiállunk amellett, hogy a változó munkabíró képességgel rendelkező sportolókat hogyan tudjuk integrálni a civil életben, és támogatjuk az, hogy a sportszervezésben helyt és házigazdái vagyunk ezeknek az eseményeknek. A Magyar Kupában 20 év alatti játékosok szerepelhetnek, a bajnoki meccseken pedig nincs megkötés az élet. Illetően. Ma 6 mérkőzés van, holnap 9 mérkőzés lesz ezen a helyszínen, és ott tényleg Debrecen, Szekszárd, Győr, Szombathelyről érkeznek a csapatok, és mindenkinek nagyon ajánlom egyébként, hogy látogasson ki, mert nagyon-nagyon nagy élmény látni, hogy ezeknek a sportolóknak ugyanolyan fontosak ezek a rendezvények és sportolási lehetőségek, mint az épp társaiknak. A vármegyei közgyűlés alelnöke szerint fontos, hogy a fogyatékossággal élő sportolók is minél több lehetőséget kapjanak arra, hogy szélesebb nyilvánosság előtt is megmutathassák tudásukat. Mindig vannak olyan rangos események, vannak olyan versenyek, amelyek, hogyha nem is azért minden napján, de legalább ezekkel az alkalmakon valóban ideirányítják a sportolóknak, illetve a sportvezetőknek, a szurkolóknak a figyelmét, akik egy kicsit érdeklődnek a csörgőlabda iránt, és ez azért is jó, mert azok is találkozhatnak vele, akik talán még nem ismerték meg ezt a sportot. És egy különleges hét ez a mostani, hiszen ezen a héten van a Fehérbot napja is, ahol a látássérülteknek a érzékenyítését próbáljuk erősíteni különböző társadalmi fórumokon is, és ezért úgy gondolom, hogy kiválóan kapcsolódik ez a mostani sporteseményhez, a héthez, és ezzel is talán felhívjuk figyelmi arra a fontos társadalmi kérdésre a figyelmet, hogy valóban itt minden fogyatékossággal élőnek megvan a szerepe, a helye, és valóban az a feladata a társadalomban, amellyel tudjuk segíteni egymást, és tudjuk segíteni azt a közösséget, amelyben élünk. És úgy gondolom, hogy maga a csörgőlabda is a sport nyelvén keresztül megerősíti ezt a küldetést, és valóban abban az érzékenyítő feladatban, amelynek úgy gondolom, hogy akár közszereplőként, akár sportvezetőként mindenkinek helye és szerepe van, itt a mai napon a csörgőlabda sporttal egy kicsit szintén rá tudunk erősíteni. Az országos bajnokság és a Magyar Kupa sorozat következő tornáját november végén rendezik meg Balatonbogláron.